Sziasztok New Yorkból! Ez az első rész a vlognak, lesz a több része, de most a napi része lesz, mert túl hosszú lett volna a videó, ha napi és este egybe beteszem. Ez volt a szállodám, késő este ide értünk a Narrakeetból, nézzétek milyen kilátás, eszméletlen, de napközben még jobb, és a szobába lehetett cserélni a lámpát, hogy ilyen lila legyen az LED. Szóval ez a hotel az a neve, hogy Yotel, és ez egy ilyen koreai stílusú hotel, nagyon sok fiatal volt itt. Ez a kinézetem! Milyen gyönyörű. Szóval ez a hotel elég olcsó volt más hotelekhez képest, mert átlagos hotel itt ilyen 5-600 dollár naponta, egy éjszakára. Ez volt két éjszakára a parkolóval volt kb. 1000 dollár, mert parkolóért is kellett fizetnünk. Azért kellett 3 nap fizetni, és az valami 50 dollár volt, azt hiszem. Szóval ilyen gyönyörű kilátás. Elég hosszú lesz a videó, fogunk sétálgatni körbe-körbe. Pár dolog, először találkoztam egy színésszel, és szerintem, ha nézzétek American Horror Stories, akkor fel fogjátok ismerni. Persze nem akartam őt zaklatni, úgyhogy csak sunyiba felvettem róla egy kis videót. Ezt vettem fel. Elég jó idő volt. Kicsit hideg volt, de nem vészesen. És csizmába voltam. És még elmegyünk a Stock Exchange-be, ahol csinálják a stocks, ahol pörög a pénz a stocksra, és ahhoz a bullhoz, hogy hívják magyarul, az a bull, az a olyan bronzból van, hiszem, az a bull, meg vannak szarvai. Egyszer nagyon régen Magyarországon is volt valami színes. És még Harry Potterbolt is véletlen megtaltam, de először reggeli. A hotel nem jön reggelive, általában, amikor a hotelek drágák, akkor nem jön vele reggeli. Egy cukrászdába bejöttünk, ez nem ajánlanám. Azért nem is nagyon mondom a nevét. Elég drága volt, ott egy kávéból vízesés. Ez egy ilyen nagyon fancy, luxury kávézó volt. Egy torta volt kb. 7 dollár. Ami elég drága már itt más helyhez képest. Egy kis tortáért, ami nem volt valami nagyszerű. Én arra gondoltam, hogy csinálok még külön videót csak sétálásról, és a hangot benne hagyom, hogy olyan érzés legyen, hogy mintha ott lennél, és benne hagyom minden hangokat, hogy tudjad betenni oda magad, mintha te ott járnál, mert nagyon sokan nem tudnak ide eljönni, vagy túl drága, nekem is túl drága, de mostanában nem utaztam nagyon ezen kívül ebbe az évbe, úgyhogy ez úgy összegyűlt, és akkor erre jöttünk, de elég drága volt ide jönni, csak úgy utazni. Viszont én nagyon beleszeretem, anyám is, imádjuk itt most. Nagyon európai érzés van, amit lehet sétálni, az emberek sétálnak itt. Kaliforniában, meg más államokban csak a prostik sétálnak, de itt normális sétálni. Be akartunk menni a metróba is, metróba menni, de nem sikerült nagyon. Aztán találtunk egy coffee roasters, az a neve. Roasters azt jelenti, hogy ők maguk sütik a saját kávéjuk. Szóval nem valahonnan vesznek, hanem ez egy frissen sült kávé az ő kávéjuk. És általában ezek vannak a legjobb kávék. És egy kávé 3 dollár? Az nagyon olcsó. Hát úgy nem, lehetne olcsóbb más helyen, biztos, valami Alabama-ba vagy hol, ahova senki nem megy, de 3 dollár egy kávér az nagyon olcsó itt New Yorkba. Utána valamikor valamik más, Ghostbusters-nek a házuk, aki látta a filmet, ez nekik a házuk, ez is tök véletlen mentem oda. El akartunk még menni a Sex and the City helyekre, de nem volt már időnk. Ebédre bementünk a Gotánba. Gotán, ez egy ilyen mediterrán étterem, hogy össze van keverve többféle dolgok egybe. Nem olcsó hely, de nagyon finom. Másnap is bementünk ide, mert nagyon jó kaja volt. Kávé is elég jó volt, és nézzétek, ki az ott?
ki az ott? Ki ismeri fel? Mikor bejöttem, kerestem asztalt, ez volt az egyetlen asztal nyitva, és megláttam őt, és gondolom, nagyon ismerősnek néz ki, de inkább leülök, nem szólok semmit. Szóval nézek rá, ő néz rám, elnézek, látom, hogy néz rám, ránézek, ő elnéz. Utána bekattant a fejembe, hogy ki ez. Két kajáért $40? Ja, elég sok volt. Így parkolnak a kocsikat azoknak, akik itt laknak, mert nagyon sok lakás van itt Manhattanben. Manhattan az egy sziget, és itt nem nagyon van parkolóhely, úgyhogy akik itt laknak például abba a lakásba, azok bérelnek havonta egy ilyen parkolóhelyet, ha nem jön saját parking a lakásokkal, hogy ott tárolják a kocsijukat, ami lehet 3-4-500 dollár havonta. De így egymás tetején még soha nem láttam, úgyhogy nagyon érdekes volt számomra. Ja, így néz ki New York. Tele van. És ez egy hétköznap. Amúgy nem olyan... tele van emberekkel, mint ahogy filmekben látunk. Én gondoltam, hogy ilyen nagyon vészesen lesz millió emberek. Nem tudom, hogy az azért, mert nem nagyon van turista, vagy ez így csak így normális, hogy sok ember van, de nem olyan hordák. Ott van a Bull, New York Stock Exchange Bull. Kellett sorba állni, hogy csináljunk vele fényképeket. Csináltam fényképet is, persze. Utána mentem venni szuvenírt. Azt mondják, hogyha a tojásait meg simogatod, az szerencsét hoz. Vettem egy pár ilyen szuvenírt, valami mágnes és kulcstartó, és mentünk tovább. Este elmentünk a Times Square-be, azt hiszem. Valamelyik este. Ez vagy követke. Ja, azt hiszem ez az este. És pizzát is enni, mert ez a szuvenír volt, mert itt nagyon híres az $1 egy szeleti pizza. Szóval, szuvenírboltból millió van. Szerintem van egy minden sarkon, és mindenhol ugyanazokat árulják. Kb. Ugyanannyi árba. De szerintem ezeket meg tudsz találni a reptéren is. Gondolom, a reptérem kicsit drágább. Vannak mindenféle ilyen cuccok, ami ilyen nevekkel. Az volt a kocsira a rendszámtábla. És most megyünk a Stock Exchange megnézni. Nem mehetünk be, úgyhogy csak kívülről néztünk be. Ez ilyen nagyon híres dolog, a metróból jön ki ez a gáz. Valamikor nagyon büdös, de valamikor csak meleg levegő, ami kicsit jól is esik, amikor hideg van. Ott van! Hatalmas épület. Itt pörög a legtöbb pénz Amerikába. Nem is tudom, hány millió naponta. Bent ülnek egy ezrei, és minden percben árulnak, vesznek, pörgetik a pénzt. Szak elég rizikós, de vannak nagyon sok emberek, akik rengeteg pénzt keresnek rajta, vannak emberek, akik rengeteget vesztenek rajta. Ez először kezdődött, mikor először jöttek ide Amerikába letelepedni egy fa alatt. Azért van egy fa kint, hogy mutassa, hogy egy fa alatt régen úgy csinálták a stocks. Bementem egy matcháért, közben ittunk, mikor pihentünk, és utána el kellett mennem a Law and Order Courthouse-ba. Law and Order az egyik kedvenc tévéshow-om, kinézi. Ha írsz, nézd kommentbe, hogy nézel. Én imádom, nézem évek óta, és ez a courthouse, ahol a bíróság, és ez majdnem minden epizódban benne van, úgyhogy muszáj volt megnézem. Sajnos nem találkoztam a színészekkel, de viszont az egyik ismerősöm mondta, hogy pont 2 nap azután, hogy én elmentem, pont ott forgattak. Az a pohár, az a kék pohár nagyon híres, ilyen New York-i kávé pohár, amit láthatok Sex and the City-be nagyon sokszor, meg más New York-i filmekbe. Én azt akartam megtalálni, de nem találtam. Fogalmam sincs, hol árulnak kávét abban a pohárba. Ennek van egy egész történelme, hogy
görögök kezdtek azt csinálni itt New Yorkba. És véletlen, tök véletlen megtaláltam a Harry Potteres boltot. Ja, Harry Potter nagy fan vagyok, úgyhogy muszáj volt bemenni, és nekem kellett egy Slytherin sál, úgyhogy azt muszáj volt vennem. Jó meleg, pont most jött tél, úgyhogy ez egy jó investment volt. Itt ez, ki tudja, hogy mi akar ez lenni, ahogy lemegy Dumbledore-nak a irodájába. Iroda? Hogy mondják, az ő saját titkos szobája, ahol dolgozik. Mindenféle tudsz volt, ugyanazok a dolgok, amit meg tudsz találni Universal stúdióba, ott is vannak Harry Potter boltok, és ugyanazokat árulják. És ugyanabba az árba is. De viszont itt még, nem tudom, olyan jó érzés van itt. Ezek a, mi az a frog csoki, ami az első filmben láthatok, mikor először felül Ron és Harry a vonatra, és Harry vesz egy csomó ilyen édességet a vonatba, és kinyitja az egyik béka csoki, és a béka kiugrik. Az volt ez a kis kék. És benne van egy ilyen kártya, ami mutatja valamelyik professzor kap, és lehet így mozgatni. Nagyon sok minden van itt. Lent és fent is árulnak ugyanaz a dolgokat, de viszont lent még árulnak ilyen poharakat, és van egy könyves része. Szóval akartam itt csak így megmutatni, hogy kb. Hogy néz ki. Szerintem erről csinálok még egy külön videót, aki lehet, hogy nem nézni a vlogokat, mert vlogban a thumbnailre nem tudok minden egyes dologról, amit megnéztem, csinálni fényképet. Úgyhogy szerintem csinálok erről külön videót, hogy csak a Harry Potteres bolt, aki, nem tudom, nézi a videóimat pár év múlva, és nézi, hogy mit lehet itt New Yorkba csinálni. Szerintem a Harry Potteres boltba eljönni egy tök jó, mert egy csomó mindent lehet itt látni. Olcsóbb ide jönni, mint repülni Floridába vagy Kaliforniába, ha már itt vagy, akkor ide bejönni, és itt lehet venni magadnak pár cuccot. A könyves részbe árulnak a könyveket, minden Harry Potteres könyveket. Aztán végén, mikor kijöttünk, volt egy ilyen kis kávézóhely, well, az nem kávé, hanem butterbeer, amit ők is isznak a filmbe, és még valami karamellás fagyit is szereztünk, és ezek nem voltak olcsók, de viszont azért, mert megtarthatjuk a poharakat. Butterbeer. Nagyon édes. Valaki hívott már butterbeer? Fent van egy dragon. Szóval amikor végezsz itallal, itt lehet kimosni, és megtarthatsz a pohárt, mint egy szuvenír. Aztán mentünk tovább, és hamarosan be is fejezem ezt a vlog, mert ennyi volt, ez a telefonom hátul, elnézést kérek. Hamarosan be is fejezem ezt a vlog, mert utána nem nagyon sokat csináltunk, és az esti része ennek a napnak külön teszem majd. Szóval sál volt $35, és Skóciába csináltak. Ott van, Made in Scotland. Nagyon meleg. Imádom. És vettem egy Dobit. Dobi volt $30. Ő elég kemény. A kutyám azt hiszi, hogy az ő játéka. Úgyhogy el kell dugnom otthon. De ő tud állni. És adtam neki egy koszos zoknit. Free elf! Ez volt a kilátásom, mikor már megy le a nap, és a következő vlog lesz az esti része ennek. Remélem tetszett, ez egy ilyen kis gyors, mindent bemutató napi vlog. Sziasztok!